két éve dolgoznak együtt magyar, olasz, bolgár, török és román diákok az Erasmus Plus iskolai együttműködések projektben, amely a Történetek Európán keresztül alcímet viseli. A nyíregyházi és a külföldi tanulók több alkalommal találkoztak már, eddig mindig más országban volt a konzultáció, a program most Nyíregyházán folytatódott. 4 országból 17 diák és 7 tanár látogatott el az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumba. A program célja, hogy a különböző országokban felnőtt diákok megismerjék egymás kultúráját, oktatási rendszerét, szokásait, történeteit és az egymástól tanultakat továbbadják hazaérve. Nyíregyházán a diákok részt vettek ügyességi sorváltó versenyen, Mediból bemutatón és foglalkozáson, egy jobb agyféltekét stimuláló órán, egy legós 6 színkocka feladatban és toronyépítő versenyen, valamint végigolvasták minden ország történetét és megoldották az azokhoz kapcsolódó feladatokat, valamint egy nyelvtanulási feladatban is részt vettek. A program keretein belül 10 magyar diák jutott el más országba, de nagyon sokan vettek részt a meghirdetett történetíró és a logókészítő pályázaton is. A záró találkozó Törökországban lesz.